Sziasztok, kedves nézőim! Már jó hosszú ideje nem jelentkeztem semmilyen műsorra, mert hát sajnos annyira elfoglalt voltam, hogy bizony nem jutott időm játszani és műsort készíteni számotokra, de hála az égnek már látom a fényt az alagút végén, legalábbis szeretném azt hinni. És hát az első műsorom ebben az évben az nem más, mint a Hearthstone Ranked Chassis-val újabb epizódja. A mai napon is újfent a Paladinommal próbálok előrébb nyomulni a Rankeden. És hát a mai napon a Ranked 13 a cél, hát majd kiderül, hogy mennyire leszek sikeres, és hát én kezdtem itt a dolgokat, és már is egy secret lapot helyeztem el, mert hát most mi a más felé tudtam volna kezdeni magammal. És hát egy mage lesz az ellenfelünk, Salmon Tropo néven fut az úriember, legalábbis szeretném azt hinni, hogy egy úriemberrel játszok, de hát majd kiderül. És már is ezt a Divine Shield-es Anootront raktam le, és hát mit a Isten, nál is van egy, úgyhogy ez egy Mechmage lesz, már ebből a labból kitaláltam, és valóban. Úgyhogy érdekes körnek nézzünk elébe, de hála égnek jött nekem ez a jó kis bagoly. Egy szépen a... azt le is fogjuk kapni, igen, és kinyírjuk azt a kis túrót. Neki az a különleges képesség, hogy miután meghalad egy ilyen lapot a gazdája kezébe, ilyen fagyasztós, vagy tauntán lehet csinálni, vagy egy HP-t feltölt, vagy ilyesmi, és pakolja ki egymás után a mekeket, illetve az ahhoz kapcsolódó lényeket. És hát én szerintem újfent én is egy meket fogok használni, ezt a négy manásat. Ő egy Dietrich-től, hogyha leütik, akkor még egy akármilyen KB vele azonos értékű kártya születik le a csatatérre. Na, ez nem biztos, hogy ötlet volt, mert ez aktiválta a secret lapomat, és ez a kérdés, hogy mit... Ó, ez az a nagyon jó, a tauntumot erősítette, úgyhogy hát most bizony szinten megpróbálja majd leütni, így is van, le is ütette, és kirakta ezt a show shagert, vagy hogy a fenébe kell ezt ejteni. A lényeg az, hogyha ő támad és életben marad, meg ha nem is, akkor is, hogyha amit megüt, azt megfagyasztja. Ennyit kell róla tudni, meg lerakom ezt a kis tauntot, mert neki ez az a különlegesen jó képessége, hogyha leütik, akkor minden a csatatéren lent lévő, plusz még a hősöket is kettővel sebzi. És hát kíváncsian fogom várni az eseményeket. A mézstől szoktam tartani, mert ilyen birka varázslatlappal, vagy hasonló ilyen silence-elős dolgokkal bizony könnyedén tudna semlegesíteni, de úgy nézem, hogy nincs a kezébe az úriembernek ilyen és ehhez hasonló lap, és most egy hibát követett el, mert így is úgy is meg fog halni az összes minionja, de mondjuk úgy, hogy az én mekemet még leszedhette volna, hogyha az az egy fireball nem a tauntot támadja, hanem a mekemről húz le egy HP-t, de mondjuk úgy, hogy nálam lett egy kis előny. Le is ütöttem az ő mekkét, leszületett nekem ez a 2-2-es jószág, és hát egy 2-2-es taunt. A legendari lapom különleges képessége, minden körnek a végén egy 2x2-es taunt képződik. Megvarper, minden meg egy manával olcsóbb lesz, és elérkeztünk a 7. mana körhöz. Hú, na most mit évő legyek? Lerakjam el Dr. Boomot, vagy nem? Hát, gondolkodok még. Hát a Megvarper az annyira nem tetszik ott nekem, úgyhogy szerintem én őt fogom szépen lealjaskodni. Kirakok még egy Divine Shield-es jószágot, mert már elérkeztünk a 7. mana körhöz, és hát egy Flame Strike-kal könnyedén tudna operálni az illető úriember, de mivel Divine Shield-es illetőnk is lent található, így talán ő még ott marad, de és igen, jött is a Flame Strike, ahogy vágtam. Elhasználta az összes manáját, és nem ütötte le, huhú! Ez egy jó dolog volt, na most jön Dr. Boom. Szépen így kihúzzuk a játékból. Ó, hát jó, nem egy semmilyen jószág kb. És már csak az a kérdés, hogy mivel fog válaszolni az illető úriember, és elakta ezt a Slud Berserkert. Ő is egy Disney-tel taunt, hogyha leütik, akkor egy valamivel gyengébb taunt lesz a helyén. Most azt hiszem 1x2-es vagy 2x1-es, mindegy is. Hát a Muklás Champion az pont jókor jött, úgyhogy majd szépen rágyúrok a Dr. Boomra és annak a bombájára. Úgy is van, Dr. Boom, szépen lehúzzuk a tauntot, mert minek az oda. Aztán őt is kinyírjuk szépen. És várunk a következő lépésére az úriembernek. Remélem nincs még egy Flame Strike a kezében, mert az még kellemetlenné tudná tenni a napomat.
A dolgok jelenlegi állása szerint tehát a veszély egyelőre nem fenyeget. Hát kipakol mindent, ami a kezébe van, de hát ez valami kevés. És aktiválódott a secret lapom. Noble Sacrifice, ez egy defender lap. Nem hagyja, hogy azt a minion támadja, amit eredetileg szeretett volna, és vagy a hőst. És azt hiszem el is érkeztünk a játék végéhez. Feladta az illető úriember a mai napi összecsapásunkat. És mint látható, hölgyeim és uraim, eljutottunk a Ranked 13-as szintre is. Köszönöm a megtekintéseket, találkozunk egy újabb epizódba. Sziasztok!